Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. A ruházati eladó, élelmiszereladó és falusi turizmus szolgáltató. Az új szakképzési törvény és az átalakuló szakképzési rendszer számos lehetőséget kínál azok számára, akik szívesen bővítenék tudásukat piacképes ismeretekkel. A pénteken megjelenő magyar közlöny pontosította a járványügyi szigorítások részleteit. A jászsági táncélet sajátosságait, történetét mutatja be a Jászsági Füzetek sorozat tavaly decemberben kiadott kötete. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A mai nap a hölgyeket köszöntjük. Az új szakképzési törvény és az átalakuló szakképzési rendszer számos lehetőséget kínál azok számára, akik szívesen bővítenék tudásukat piacképes ismeretekkel. A megújult rendszerben bárki ingyenesen két szakmát és egy szakképzést is szerezhet. A Szolnoki Szolgáltatási Centrum tagintézményeiben március elején induló képzésekre érettségivel vagy általános iskolai végzettséggel lehet jelentkezni, így természetesen a Jászberényi Klapkába is. 29 különböző szakképesítés közül választhatnak azok, akik márciustól tanulnának új szakmát a Szolnoki Szakképzési Centrumban. Az intézmény 11 iskolájában meghirdetett képzések időtartama és óraszáma különböző. A március 1-én induló szakképesítések a 100 órától egészen a 800 óráig mennek, de vannak 200-250-300-400 órák képesítések is. Többek között személy és vagyonőr, sminkes és szempillaépítő, eladó, szakképesítéseket lehet nálunk megszerezni az elkövetkező szakban. A képzésekre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 16 éves. Az órák egyetemi, főiskolai tanulmányokkal és munkahelyi elfoglaltsággal is összeegyeztethetőek. Képzéstől függően részben online, részben személyes jelenléttel zajlanak. Képzések általában hétköznapokon vannak, alkalmazkodva a jelentkezők munkaidejéhez, elfoglaltságéhoz, de szombaton is előfordulhat ilyen képzés. Az előfeltételeket kell teljesíteni, egészségügyi alkalmasságnak kell megfelelni, esetleg ha szükséges, akkor érettségire van szükség egyes szakképesítésekre, de nagyon sok szakképesítés már 8 általánossal is megszerezhető. A megújuló szakképzési rendszerben két szakma mellett egy szakképesítés megszerzése is mindenki számára ingyenes. A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A kínálatról és a program követelményekről bővebb információ a Szakképzési Centrum honlapján olvasható, és ugyanott lehet a jelentkezési lapokat is kitölteni. A Centrum Jászberényi tagintézménye jelentős fejlesztéseket valósított meg 2020-ban. A Kossuth úti tagintézmény kibővült egy új szárnyal, amelyben három kisebb tanterem, egy 100 négyzetméteres pályaorientációs terem, egy 100 négyzetméteres autószerelőműhely, illetve egy 150 négyzetméteres pékcukrász tanműhely várja a diákokat teljesen új 10 milliós eszközparkkal. Az új szárny hamarosan benépesül, így jóval nagyobb területen várja a jelentkezőket a kibővített szakképzési paletta. Három részszakképesítés vagy szakképesítést adhatunk ki, méghozzá konkrétan a ruházati eladó, élelmiszereladó és falusi turizmus szolgáltató képzésekben. Ez programkövetelmények alapján történő szakképesítés, konkrétan a szakmáknak a megnevezése, és többféle óraszámban, tehát a két eladót a 100 órában, még a falusi turizmus szolgáltatót pedig 250 órában tudjuk leadni. Most a járványügyi intézkedéseknek megfelelően az elméletet online formában, még a gyakorlatot később vállalkozó partnereknél tölthetik el a jelentkezők. A helyi szakok is akkor indulnak, ha minimum 20-20 fő jelentkezik. A március 5-én pénteken megjelent magyar közlöny pontosította a járványügyi szigorítások részleteit. A nyilvános katolikus, illetve református istentiszteletek március 8-ától hétfőtől szünetelnek, vagy online térbe költöznek. És nőnapi akcióval köszöntötte a hölgyeket a rendőrség. Az aktuális járványügyi adatok mellett ezekről hallhatnak rövid híreinkben. Fontos mérföldkőhöz érkeztünk, átléptük az 1 milliós határt. Már több mint 1 millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltást Magyarországon. Ezzel hazánk a beoltottság terén a második legjobban teljesítő ország az Európai Unióban.
2696 az új fertőzöttek száma, elhunyt 115, többségében idős, krónikus beteg. Így az elhunytak száma 15.988 főre emelkedett. 336.744-en meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 115.981, melyből 15.511 fő él Jászlikun-Szolnok megyében. 7.924 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 806-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltási programban közel 400.000 regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a házi orvosoknál, a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal, illetve a kórházi oltópontokon a Pfizer vakcinával. Az AstraZeneca vakcinával oltás e hét második felében folytatódik. Még a járvány harmadik hullámának erősen felszálló ágában vagyunk, ezért kérik, aki teheti, regisztráljon az oltásra. Most írtam alá azokat a rendelkezéseket, amelyek meghatározzák az életünket a következő két hét során. Pénteken késő délután került fel a magyar közlöny oldalára a várt szigorítási pontosítás. Ebből a fontosabbak, hogy ezentúl mindenhol maszkot kell hordani lakott területen belül, felmentés csak a 6 évesnél fiatalabb gyermekek, vagy az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő, illetve autizmus spektrumzavarral élők kapnak. Aki a maszkviselési szabályokat megsérti, 5000 és 500.000 forint közötti pénzbírságra számíthat. Szabadidős tevékenységet a velünk egyháztartásban élőkkel, illetve egyedül lehet folytatni, de a másfél méteres távolságot minden esetben meg kell tartani. Egyéni szabadidős sporttevékenységek közben nem kell maszkot hordani. Az arborítumok, erdők, parkok nyitva maradhatnak. A nagyobb szigorítás az üzleteket és a szolgáltatásokat érintette. Közülük nyitva maradnak a felsorolásban szereplők. Az üzletek zárva tartását a rendőrség a honvédség közreműködésével ellenőrzi, a szabályszegőkre 100.000 és 1 millió forint közötti bírságot szabhatnak ki, valamint a helységet legalább egy napra, legfeljebb egy évre bezárathatják. A szolgáltatások között is a vártnál sokkal több a kivétel, a felsorolásban mutatjuk, hogy kik folytathatják tevékenységüket, mindenki másnak a következő két hétben szüneteltetnie kell a tevékenységét. 50%-os bértámogatást fogunk adni a most megszüntetett szolgáltatásokban dolgozóknak, fodrászoknak, kozmetikusoknak, bolti eladóknak. A munkáltatói járulékot március hónapra, nem csak a két hétre, egész március hónapra nem kell majd fizetniük. Akik állami vagy önkormányzati ingatlant béreltek és abban működtették a szolgáltatásukat vagy a boltjukat, március hónapra ezt a bérleti díjat nem kell megfizetniük. Azok pedig, akik általányadósok, katások vagy kivások, természetesen március hónapra elengedjük az adójukat. A közigazgatásban hétfőtől mindenki otthonról dolgozik, saját eszközével, kivéve ha valakinek csak a munkahelyén oltható meg a munkavégzése. Az este 8 és reggel 5 közötti kijárási tilalom is érvényben maradt. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően az EGRI főegyház megye rendelkezései is megjelentek. Ezek alapján a katolikus templomokat ugyan nem zárják be, de a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8-a hétfőtől az egyház megye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, melyet egyszerű formában röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést megadta Ternyák Csaba érsek térségünk hívőinek visszavonásig. A híveket arra bátorítják, hogy otthonról az internet vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. Az egyházi oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben mindenben az állami előírásokat követik. A tavaszi bérmálásokról és a nagy heti szertartásokról később intézkednek. Ezzel párhuzamosan a jászberényi református közösségre vonatkozó rendelkezésekről is érdeklődtünk. 2021. március 8 és 26 között terjedő időszakban minden személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartunk istentiszteleteket, tehát mi is gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, tehát online formában, ahogy eddig is. Tehát ez azt jelenti, mind a vasárnapi istentisztelet, mint pedig a hétközi gyülekezeti alkalmak meg lesznek tartva, de online formában az én személyes Facebook oldalamról élő közvetítéssel történik. Két vasárnapot érint most ezáltal a határozat által a 14-ét, illetve a 21-ét.
nőnap alkalmából most célirányosan a hölgyvezetőket ellenőrizik. A nemzetközi nőnap alkalmából kiemelt figyelmet fordítottak a jelzbeni rendőrkapitányság munkatársai a női gépjárművezetőkre. A közúti ellenőrzés közben mindent rendben találtak a rendőrök, virággal kedveskedtek az igazoltatott hölgyeknek. Kisebb figyelmetlenségek esetén a szóbeli figyelmeztetés mellé szintén dukált a színes virág. Nagyon jó akció. Nagyon dicséretes. Igen, dicséretes. Nagy meglepetés volt, köszönjük szépen. Nagyon kedves a rendőrség részéről, hogy ilyennel is készültek. A jársági tánc élet sajátosságait, történetét mutatja be a jársági füzetek sorozat tavaly decemberben kiadott kötete. A Jász Múzeumért Alapítvány gondozásában megjelent könyv a 18. századtól egészen a 21. századig követi nyomon a jászság tánc kultúrájának változásait. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte egy másik hír. Az elmúlt héten megkezdődött Jászberényben a házhoz menő zöld hulladékszállítás. A JVV Nonprofit ZRT a szolgáltatást meghatározott program szerint a város egész területén évvégéig két heti rotációban biztosítja. A kerti hulladék elszállításának évek óta megszokott rendszere alapvetően nem változott ebben az évben sem. Márciusban megkezdődött a házhoz menő zöld hulladékszállítás Jászberény közigazgatási területén. A kerti hulladékok szállítását a JVV Nonprofit ZRT munkatársai végzik a korábban megszokott rendszerességgel. Továbbra is két heti rotációban működik, kibővített járatterv szerint. A lakosoknak továbbra is lehetőség van az ingatlanon keletkezett zöld hulladékokat a szállítás napján a szolgáltató részére átadni. A szállítást évvégéig folyamatosan biztosítják. A falevelet, levágott füvet, meccési hulladékot vagy egyéb kerti zöld hulladékot a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni az érintett ingatlanok elé. Alkalmanként egy-egy adott ház elől 5 zsákot szállítanak el. A zöld hulladékot, beszéljünk itt falevélről, esetlegesen fűről, ezeket mindenféleképpen átlátszó biológiai lebomló zsákokban helyezhetik ki. A gajakat, illetve egyéb meccési nyesedéket, azokat pedig összekötve tehetik ki az ingatlan elé. Fontos, hogy ezeket a kévéket, amikor összekötik a lakosok, akkor semmiféleképpen sem dróttal kössék össze, hanem valamilyen madzag vagy ne agyisten lebomló zsineggel. A kévéknek a mérete az fontos, hogy ne haradja meg a zsáknak az átmérőjét, illetve hosszúságát tekintve pedig 1 méter. Korti Ádám felhívta a figyelmet arra, hogy kizárólag lebomló zsákokban viszik el a zöld hulladékot. A város lakói a helyi média híradásai mellett a JVV Nonprofit ZRT honlapján gyűjthetnek információt a programok utcaszerinti kiosztásáról, valamint arról, hogy mikor végzik a szállítást. Minden egyéb felmerülő kérdésről munkaidőben érdeklődhettek a társaságnál a 411-933-as telefonszámon. A jászsági táncélet sajátosságait, történetét mutatja be a jászsági füzetek sorozat tavaly decemberben kiadott kötete. A Jász Múzeumért Alapítvány gondozásában megjelent könyv a 18. századtól egészen a 21. századig követi nyomon a jászság tánc kultúrájának változásait. Az elmúlt hónapokban mind a szakma, mind a nagy közönség elismeréssel fogadta a Horténi Dr. Bató Edit, a Jász Múzeum igazgatója tollából származó összeállítást. Mint egykori táncos és táncoktató, a tánc maga, mint téma is voltak éppen a szívem csücske, és az egyik legfőbb kutatási témám is. Hortiné Dr. Bató Edit több mint 4 évtized kutatási eredményeit foglalta össze legutóbb megjelent kötetében, ami a Pendzsomtól a diszkóig címmel jelent meg tavaly decemberben, és a jászság tánc életének történetét, sajátosságait dolgozza fel. Nagyon nehéz a tánc életre vonatkozóan anyagot gyűjteni, főleg a korábbi századokra, az csak a levéltári forrásokból lehetséges, aztán mondjuk már a 19. század végétől a korabeli újságok is nagyon komoly adathalmazzal szolgálnak, aztán a helyszíni gyűjtések, de a szakirodalmakból, a már korábban megjelent írásokból nem könnyű összegyűjteni. A járvány most azt a furcsa helyzetet eredményezte, hogy tavaly volt alkalom az eddigi kutatási anyag összegzésére, illetve a kötet megjelenésének előkészítésére. A szükséges anyagi forrást az EMMI támogatáskezelő Csóri Sándor alap biztosította. A kötet legfőbb célja bemutatni, hogy mit jelentett, illetve hogy mit jelent a tánc a jászságban élők számára. Évszázadok óta fontos szerepet tölt be a jászember életében, a jászok mindig szerettek
mulatni, és tudtak is énekelni. Megragadták az alkalmat egy kis szórakozásra, és jól tudtak táncolni is. Tehát azt gondolom, hogy ez ma is a utódokban is megvan ez az örökség, illetve hát visztük tovább, hiszen azért jól tudjuk, hogy jársák szerte milyen sokan táncolnak gyerekek, felnőttek, idősebbek, mindenféle korosztály. Tehát mi visztük tovább az őseink ebéli örökségét is. Az olvasó pedig szinte katalógusszerűen ismerkedhet meg azzal a sokszínű palettával, amelyről napjainkban válogatni lehet a kistérségben. Meg annyi klub, egyesület, civil kör várja a táncolni vágyókat. Ráadásul a táncos rendezvények, mulatságok színtereit, helyszíneit is bemutatja a kötet a 18. századtól egészen napjainkig. A helyszínek és a csoportok mellett az elmúlt időszak népszerű tánctanárainak bemutatása sem maradt ki az összeállításból. A térségben élők nagy örömmel fogadták a kötetet, de a szakma képviselői is örültek az újszerű áttekintésnek. Hála az égnek, hogy országos szakemberektől is kaptam már visszajelzést. Többek között az egyik pont az volt, hogy milyen jó ötlet, milyen kár, hogy nekik nem jutott eszükbe, hogy így végig tekinteni, hogy a néptánc mellett ugye megjelennek a polgári táncok, illetve hát a különböző modern táncalkalmak, és így fűzöm fel egy tényleg gyöngysorra az egészet. Tehát, hogy ez nagyon tetszett nekik, hogy az egészet egy fejlődési vonalra építettem föl. A kötetet a művelődési intézmények megnyitása után az érdeklődők megtalálhatják majd a Jász Múzeumban. Addig is megrendelhetik a kiadványt az interneten, az intézmény honlapján is. Jászberény kosárlabda csapata az elmúlt hét elején hatalmas csatában kétszeri hosszabbítás után kapott ki az alaegerszegi együttestől. Március 6-án az újabb hazai mérkőzésen az volt a kérdés, hogy ki tudják-e pihenni magukat az újabb hazai összecsapásra. Nos, ez rögtön kiderül az oroszlány elleni rövid összefoglalóból. A Jászberényi KSE oroszlány mérkőzés első kosarát Washington neve mellé írták, mégpedig egy trojkát. Primorácz ugyan válaszolt egy duplával, de aztán elhúzott az OSE. Később aztán Williams hármasa után már csak egy pont maradt közte. Ezt a vendégek gyorsan korrigálták, mint ahogy Williams újabb hármasát is. Így az első etap 6 pontos vezetésükkel zárult. A második negyed Coleman kosarával folytatódott, de egyre jobban a vendégek akarata érvényesült, és Béli kosarával már 10 pont volt a különbség a két csapat között. Sőt, társai is termelték a kosarakat, és egyre nőtt a különbség. Később ugyan Coleman berámolt egy triplát, de a nagy szünet már 18 pontos oroszlányi előnnyel kezdődött. A 15 perces pihenője a mieinknek kedvezett, hiszen nagy lendülettel próbálták hátrányokat lefaragni. A negyed végén Cirbusé volt az utolsó kosár, amellyel megnyerték ezt az etapot, és 10 ponton belülre zárkóztak. Az utolsó felvonás elejét viszont már a vendégek kezdték jobban, és egy 2-7-es futás végén már 16 ponttal vezettek, ami a meccs végére 18 pontos győzelemre szaporodott. A JKS vezetőedzője őszintén elismerte, hogy nem tudja motiválni a játékosait, és felajánlotta lemondását is. Támadásban nagyon sok helyzetet kihagytunk, amit megteremtettünk, utána meg nagyon bekeményített az oroszlány, és már egyáltalán nem volt helyzetünk. Nem láttam a kellő motivációt a játékosokba, és úgy gondolom, ezért magamat kell, hogy okoljam, úgyhogy felajánlottam az elnöknek a felmondásomat, mert ha nem tudom a játékosokat motiválni, akkor nyilván más megoldást kell találni. Úgyhogy sajnálom, elnézést kérek a Jászberényektől, szeretném, hogy sikereljen a céljuk, de nyilván itt nagyon nagy gondok vannak, én nem hiszek abba, hogy valakit korbácsolni, ostorozni kéne, vagy fenyegetni kéne azért, hogy csinálja azt, amit ő elvileg szeret, meg amiért ő fizetést kap. De ez a teljesítmény elfogadhatatlan. Azt még nem tudni, hogy kivezeti a Berényi kosárlabda csapatot, de az biztos, hogy március 13-án szombaton Zalaegerszegen lépnek pályára. Híradónk végén mutatjuk még egyszer a legfontosabb híreket. A ruházati eladó, élelmiszereladó és falusi turizmus szolgáltató. Az új szakképzési törvény és az átalakuló szakképzési rendszer számos lehetőséget kínál azok számára, akik szívesen bővítenék tudásukat piacképes ismeretekkel. A pénteken megjelenő magyar közlöny pontosította a járványügyi szigorítások részleteit.
Ajánlsági táncélet sajátosságait, történetét mutatja be Ajánlsági füzetek sorozat tavaly decemberben kiadott kötete. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.